Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a WordPress telepítését fogom bemutatni, kezdve a letöltésével és az FTP-re való csatlakozással. Amire szükség lesz, egy aktív tárhely és egy FTP alkalmazás. A videóban a Total Command alkalmazást fogom használni, ezen keresztül fogom bemutatni a fájloknak a feltöltését is. Kezdjünk is bele! Az első dolgunk az lesz, hogy letöltjük a WordPress telepítő csomagot. Ezt a hivatalos WordPress oldalról tudjuk letölteni, ez a who.wordpress.org lesz. Ha megnyitottuk a böngészőben, akkor itt a jobb felső sarokban lesz a letöltés gomb, erre kattintsunk. Majd válasszuk ki a WordPress letöltése gombot. Ezután pedig navigáljunk a letöltések mappába, és ezt a tömörített állományt csomagoljuk. Kicsomagolás után pedig ezeket a fájlokat fel fogjuk tölteni az FTP szerverre. Addig is nyissuk meg a Total Commandert, akinek ez még nincs telepítve, az a hivatalos oldalról tudja letölteni, ez a totalcommander.hu lesz. Itt kattintsunk a letöltésre, majd válasszuk ki a verziót, és töltsük le, majd telepítsük a programot. Közben a fájlok kicsomagolása megtörtént. Nyissuk meg tehát a Total Commandert. Itt a felső menüsorban a hálózat és FTP kapcsolódás gombot válasszuk ki. Itt pedig adjunk hozzá egy új kapcsolatot. A kapcsolat nevét tetszésszerűen tudjuk megadni. A kiszolgáló adatokat, a felhasználó nevet és a jelszót pedig egy korábbi e-mailből tudjuk kinyerni. Ezt az e-mailt úgy tudjuk a legegyszerűbben megtalálni az e-mail fiókunkban, hogyha beírjuk azt a mondatot a keresőbe, hogy a tárhelyed aktiválása sikeresen megtörtént. Ezután az adott tárhelyre kattintva megnyitjuk a levelet, és itt találjuk a tárhelyünkhöz tartozó információt. FTP kiszolgáló és FTP felhasználó név. Ezeket az adatokat másoljuk ki és illesszük be Total Commanderbe. Amennyiben az FTP fiók jelszavára nem emlékszünk, akkor azt az ügyfélkapuban tudjuk újra generálni, vagy egy másikat megadni. Ha megadtuk a jelszót, akkor mindenképpen a passzív mód használatát az átvitelhez, ez mindig legyen kipipálva, így használjuk az FTP feltöltést. Ezt okézzuk le, majd kapcsolódjunk fel. Bal oldalt található lesz az FTP szerver, tartalma jobb oldalt pedig a saját gépünk. Nyissuk meg a webmappát. Majd a már kicsomagolt mappát, a WordPress telepítő fájlokat jelöljük ki, majd egyszerűen egy kattintással húzzuk át a bal oldalra, ezáltal tudjuk a feltöltést kezdeményezni. Ha elkészült a fájloknak a feltöltése, akkor nincs más dolgunk, mint megnyitni a weboldalunkat. Amennyiben még az ideiglenes domain nevünket használjuk, akkor azt nyissuk meg. Ez egyébként szintén megtalálható a tárhelyi aktiválási e-mailben, ez egy kicsivel lentebb lesz, ez a .hu domain nevekre érvényes. Ha ezt megnyitjuk, látjuk, hogy elindult a WordPress telepítő. Ki is írja számunkra, hogy a kezdéshez szükség lesz az adatbázis kapcsolódási adatokra. Ezeket az SQL adatokat az ügyfélkapuból tudjuk elérni. Mégpedig, ha megnyitjuk a használni kívánt adatbázist, akkor itt fogjuk látni legfelül a tárhelynek a nevét, vagyis az SQL adatbázis nevét, és a hozzátartozó felhasználó nevet.
hogyha a jelszóra már nem emlékszünk, akkor pedig így tudunk egy újat megadni, vagy pedig generálni egyet. Ha ezeket az adatokat kimásoljuk, menjünk vissza a WordPress telepítőre, és kattintsunk a rajta gombra. Adjuk meg az adatbázis nevét, a felhasználó nevet, ez a legtöbb esetben meg szokott egyezni. És illesszük be, vagy gépeljük be a jelszót. A tábla előtagot, azt pedig hagyjuk úgy, az adatbázis kiszolgáló név az minden esetben a lokálhoz lesz. Ha minden szükséges mezőt kitöltöttünk, kattintsunk a küldésre, ki is írta nekünk, hogy minden rendben, a telepítés ezen részével végeztünk. Kattintsunk a futtatásra. Itt már csak meg kell adnunk a honlapunknak a nevét, és az admin felhasználó nevünket, e-mail címünket. Rendben. Itt a jelszó lehet az előre kigenerált is, vagy manuálisan is generálhatunk egy új jelszót. Ezután pedig adjuk meg az e-mail címünket, amire érdemes figyelni, hogy az alapértelmezett admin felhasználó nevet próbáljuk meg kerülni, és egyedibb neveket adjunk meg. Ez az oldalunk biztonsága érdekében nagyon fontos lépés. Ha megadtunk minden szükséges adatot, kattintsunk a WordPress telepítésére. Sikerült, a WordPress telepítve van, kattintsunk a bejelentkezésre. Itt adjuk meg a jelszót, vagy hogyha már a Google segítségével elmentettük a jelszót, akkor kattintsunk a bejelentkezésre. A bejelentkezési link az minden esetben a weboldalunk, és utána a per VP kötőjel admin linken érhető el. Láthatjuk, hogy be is jelentkeztünk, az oldalunk elérhető, minden rendben van, kezdődhet is a weboldalnak a felépítése. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!